meg! Meg. Van itt olyan pasi egyáltalán köztetek, akit életében nem átvágott volna? Hajjaj! Kétszer is! Az is, engem, egy ilyen pasas! A legjobb dőt van én. Életen áthallgathat. Engem, Attikán. Háromszor! Engem. Háromszor! We'll be right back.
Hányi van ebbe? 24. Már velük töltött az eltávol. Ez alatt elfogyasztott. És én csak a részleteket láttam. Azt a párpárunkat, hogy megittünk együtt. Reggelireim, ez a mai nap, ez csodálatos nap volt. Állítólag majdnem azt ma éppen legebb napra volt. Itt vagyunk, együtt vagyunk, és ettől jobb én nem is lehetnénk. Teremtő Isten vigyázzánk. Ki lesz ezt oda figyelünk az életünk sorsunkra. Nem ilyen elmegkodás, hogy ne hitjetek. Csak a magyar úton menjünk én. Csak ezt kérem tőletek, drága gyereim. Hogy miért? Hát azért, mert... Mi vagyunk valók, mi vagyunk az élet! Thank you.
Pisso, 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 Hölgyeim és uraim, a koncert vége felé járva, ugye? Csepelen hagyomány, hogy a polgármester úr Csepel borával köszönni meg ezt a csodálatos estét, mert csodálatos este volt! No, akkor a színpadra szorítom Barbé Linnárd ura Csepel polgármesterét és az Edda műveket! A bort is szeretem, Attila! Jó estét kívánok, kedves csepeliek, kedves vendégeink! Először is Isten éltesse Magyarországot! Mégis az államalapítás ünnepe van, és nagyon örülök, hogy megint ennyien itt vagyunk. Nem tudom, hogy ki az, aki múltkor itt volt július 18-án az Omega koncerten. Attilával volt egy fogadásunk, hogy többen lesznek a mai koncerten vajon, mint az Eddán, illetve mint az Omegán, és fogadtunk egy almafában. És elbuktad az egészet! Kinek van almafájon? Köszönjük szépen az Eddának, hogy itt voltak, és nem csak egy üvegborral szeretném köszönteni egyénként az Egyesület, illetve az Együttes tagjait, hanem fogadják sok szeretettel, mint most már visszajáró, ezt a kis emléket. Nagyon szépen köszönjük, és legalább annyira fogok rá vigyázni, mint ahogy Pakman vigyázott az övére 30 halány évig. Ezt számunk kérhetitek tőlem 30 halány év múlva. De jó reménykedni! Még ha várnál egy pillanatban legalább már Csányi Szörvény mondani, hogy szeretnéd nektek gratulálni, nazisták vagytok. Ilyen fiatal, dinamikus érzélyember polgármestert, én két nap ezelőtt egy szállodában voltam Szolnokon, és ott néztem, reggel után visszamentem egy kicsit, hogy elálljon, mert láttam, hogy este kemény lesz, hogy meleg lesz. Bekapcsoltam a Dönöt évét, és mit láttam, hogy arról mesél, hogy Csepel milyen csodálatosan fejlődik, és aztán megmutatott egy ilyen parkot, amit elálljultam, úgyhogy minden bele, neked is tesszük sok szerencsét. Hajrá, Csepel! Hey! Megszokott gyönyörű pillanat, szeretnék kortyosítani az egészségetekre. Annyit lehet, persze. Előtte menjük utána. Beszíliznád a kortyinkában nekem. Dobd le gyorsan. Egészség! Tudjátok, micsoda gyakorlata van benne? Fogalmatok nincs, elmondjuk neki. Most ügyelj! Thank you.
Magyarország egyik legfontosabb ünnepéhez csak annyit szólhatok hozzá, hogy Szent István királyunk lerakta az alapokat nagyon-nagyon régen már. Csak azon kell végig menni. Azt mondta, hogy őrizzük meg a nemzetünket, őrizzük meg a hazánkat, őrizzük meg a határainkat és a szabadságunkat. Csak ezt kell tennünk, drága vérén, semmi más. De mi már mondjuk mióta, hogy ezt hogy kell csinálni, mondom neked, figyelj! Nem kell félni! Thank you.
Fontosan addig leszek itt előbb, hogy tisztelt magamban, mert a Teremtő Istennek, hogy ezt ti akarjátok.